Hát sziasztok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Az igazat megvalva nem igazán tudom, hogy hogy kezdjem el ezt a videót, már most ülök neki talán 8-szor, de mindig megakad a szavam, és nem tudom, hogy milyen irányból közelítsem meg ezt a dolgot. Ugyanis ez a mai videó, ez teljes egészében egy rendhagyó dolog lesz az én életemben. A videó végére meg fogjátok érteni, hogy miért, de talán visszakanyarodnék egy hónappal ezelőttre, amikor is felhívott Simon János, a Magyar Kések alapítója, hogy az NN Knives immáron harmadik boltját nyitja meg Budapesten, és hogy lesz egy ilyen outdoor nap, és oda szeretnének engem meghívni, és hát kimondottan örültem ennek a felkeresésnek, és ezúton is nagyon hálás vagyok mind a Simon Jánosnak, mind pedig az NN Knives-nak, mert nagyon-nagyon jól éreztem magam. És hát egy outdoor ember, el tudtok képzelni egy késboltban, ott ki tudja élni az élete örömeinek talán 99%-át, tényleg nagyon-nagyon jó volt. És képzeljétek el, hogy amikor bementem a boltba, ott volt a kirakatban egy ilyen nagy fadoboz, ami tele volt tradicionális magyar bicskákkal, és így belenyúltam, megnézegettem, párat kinyitottam, becsuktam, és jó-jó, tudtam, hogy valahol tetszik nekem is ez a vonal, és hogy majd valamikor a jövőben szeretnék egy ilyen jellegű bicskát, igazából ezt már így 5 éve mondogatom magamnak, de úgy igazán egyik sem fogott meg, nem volt ez a hűha érzésem, és úgy el is felejtettem ezt a dolgot. Aztán ott korzóztunk a boltba, jöttek az emberek, mindenkivel beszélgettünk, és egyszer csak oda mentem a pulthoz, ahol volt egy ilyen virágcserép, amiben, vagy aminek a tetején rajta volt ez a bizonyos bicska, és akkor így megfogtam, elkezdtem nézegetni, kinyitottam, még tovább nézegettem, becsuktam, ismételten nézegettem, aztán leraktam. Mentem egy kört a boltba, utána megint visszamentem, megfogtam, megnézegettem, kinyitottam, szintén megnézegettem, becsuktam és megnézegettem, aztán kérdeztem az Attilát, hogy te figyelj már, miért van itt ez a kés így külön, és akkor mondta, hogy van egy ilyen nyereményjáték, aki bejön a boltba, annak a nevét felírják egy cetlire, és akkor ha lement ez az első nyitási hét, akkor utána ki fogják sorsolni. És akkor ugye egy kicsit elszontyolottam, ugyanis ez volt az életemben az első olyan magyar tradicionális bicska, amit megfogtam. Megjött a hűha érzés, és azt éreztem, hogy ez nekem kell. Majd aztán Attila közölte velem, hát van még ott a kirakatban. Képzeljétek el, hogy abban a dobozban, amit reggel már megnézegettem, volt benne egy pontosan ugyanilyen bicska, és hát milyen érdekes, mivel ez a többi kézé volt berakva, nem tűnt olyan különlegesnek, mint egyedül azon a virágcserépen. Ismételtem, megfogtam, megnézegettem, kinyitottam, megnézegettem, és abban a pillanatban én itt belül már tudtam, hogy ez a kés haza fog velem jönni. Hát ha őszinte akarok veletek lenni, és miért ne lennék az, akkor borzasztóan messziről indultam ebben a témában. Korábban, ha bárhol, bármilyen késes üzletben jártam, és megláttam ezeket a tradicionális vonalvezetésű késeket, a rosszulét kerülgetett, de szó szerint olyan szinten nem tudtam ezzel azonosulni, nem értettem, hogy egyáltalán a mai modern világban ott van a rengeteg modern, jobbnál jobb kés, és hogy ki az, aki ezeket megveszi, és ráadásul árértékarányba összehasonlítva ezek nekem mindig magasabb, drágábbnak tűntek, hogy így fogalmazzak, mint mondjuk egy Victorinox vagy egyéb termékek, és így nem, abszolút nem értettem, hogy hogyan is működik ez a dolog, vagy miért van erre szükség, vagy igény, vagy egyéb dolgok. Micsoda? Kolancs? Uh-huh. De beléd ment? Nem, ja, nem leszetted? Csak sétált rajtam. Csak a csengén sétált egy kullancs. Na, szóval, hol is tartottam? Igen, tehát nagyon messze voltam ebben a dologban, és valahol tényleg most már azt látom, hogy egy férfi embernek erre meg kell érni, hogy egy ilyen ékszert viselhessen a zsebében, vagy használhasson a hétköznapokban, és ez tényleg egy ékszer. Milyen érdekes ez, hogy az utóbbi 5 évben rengeteg késkészítéssel kapcsolatos rendezvényen vettem részt. Ilyen például ugye a Tűzelvassal Fesztivál, ahova most már évek óta minden évben elmegyünk, és nagyon-nagyon szeretem, nagyon tetszik, és minden alkalommal minden késkészítőnek így végigvizslatom a kínálatát, és jobbnál jobb késeket látok, de ez a hűha érzés, ez még egyszer sem volt. És milyen érdekes az élet, hogy ott a boltban, ott is láttam ugyanezeket a késeket, de mégse jött meg, és ott volt külön, ez így egy virágcserépen, most nem ez a lényeg, hogy virágcserépen, de valahogy az ott úgy
mintha ugye a szívem oda vonzott volna. Nem tudom, hogy ezt így hogy adjam át nektek. Lehet ez így furán is hangzik, úgyhogy nem is folytatom tovább ezt a gondolatmenetet, de az a lényeg, hogy oda kellett mennem, külön kellett, hogy lássam, meg kellett nézem, nyitogatnom kellett, és egy ilyen szép lassan belém maró, belém ívódó érzés alakult ki, ami után viszont örök kapcsolatot hozott létre köztem és a kés között, és most már kezdek elmenni egy ilyen túlmagasztalós irányba, úgyhogy szerintem nézzük is meg gyorsan paraméterében, hogy mit is kell tudni erről a bicskáról. A fejes görbe talán az egyik legmeghatározóbb és legkedveltebb tradicionális bicska. A nevét azt a gyönyörűen kialakított íves markolat formáról kapta. Ez a modell 90 mm penge hosszal rendelkezik, 2,5 mm vastag, 1.41-16-os acélból készül, ami egy nagyon jó éltartó, de mellette nagyon jól és könnyen otthon akár után élezhető acélról beszélünk, természetesen rozsdamentes. A markolat mind az alján, mind a tetején sárga rész, tömör sárga rész paklik találhatók. A nyél anyaga az jelen esetben amarant fa, ami alapból ilyen lilás színben pompázik és stabilizálás nélkül használható. A markolatnak a hossza 115 mm, és ami számomra a leglenyűgözőbb ebben a késben, az az apró sárga rész szegecsekkel kirakott minta, amely a markolat mindkét oldalán megtalálható, és ez számomra olyan magasságokba emeli a kést, ami tényleg egy olyan érzetet kelt, hogy otthon így le van rakva a konyhaasztalon, és csak semmit sem csinálok vele, csak nézem, és boldog vagyok. Egy ilyen bicska felhasználási területe szerintem 99%-ban az a kajáláshoz kötődik. Természetesen lehet vele apró feladatokat megcsinálni, tehát ha mondjuk kijövünk egyet túrázni, kempingezni, akkor lehet vele egy tök jó mogyoróvesszőt vágni, amit nyásnak tudunk felhasználni. Ne adj Isten, még szerintem egy tollaságot is el lehet vele készíteni, amit mindjárt a gyakorlatban ki is fogunk próbálni, de ne várjátok tőlem, hogy ezt valami extrém tesznek vessem alá, hiszen nem arra való. Ez egy valóban nagyon jól használható ékszer, ami minden nap a zsebünkben lehet. Az igazat megvalva fogalmam sincs, hogy ez milyen fa, amit találtam, de a morával alig tudtam elütőfázni. Iszonyatosan kemény. Egyébként a késpenge sima egyenes leélezéssel készül. Egy kis élszallaggal a végén, és pont ez is lehetővé teszi azt, hogy otthon könnyedén után tudjunk élezni. Hát igen. Helyzet az, hogy a markolatra ráfogva ez már túl vékony ahhoz, hogy igazán komoly erőt fejtsek ki, de ahogy látjátok, azért forgácsokat tudok vele, de próbálkozzunk meg mondjuk ezen az oldalon. Fú, nagyon kemény ez a fa. Aha. Azt a mindenit, ha. Már sajog a tenyerem. Na, kíváncsiságból hoztam ide egy ismételten, nem tudom, hogy milyen fát, de ez már a fűrészelésnél is jóval puhább volt, úgyhogy bízom benne, hogy ezzel egy kicsikét könnyebben és jobban lehet majd dolgozni. A kérget picit levesszük innen. Jó. Na nézzük. Ó, hát igen. Nem tudom az a másik milyen fa, de nagyon brutál, elképesztően kemény, konkrétan így lefűrészelni is alig tudtam. Hát igen, itt már azért más a helyzet. Hát egy minimális gyújtós pár dolgot meg lehet vele csinálni így az erdőben, de értelemszerűen, ahogy mondtam is, ez tényleg csak kajálásra való, hiszen át se tudom rendesen fogni, tehát a 115 mm-es markolat hossz az nekem tökéletes, de hosszú vékony ujjaim vannak, egyszerűen így ezzel a vastagsággal nem ül bele a kezembe, úgyhogy erőt tudjak vele kifejteni, de nem is arra való, nem is arra lett kitalálva. Hétköznapi IDC dolgok, kajálás, ilyesmi, meg hát ugye ez a
gyönyörű kinézet, tökéletes kombó. Találtam még itt a földön egy már valaki által levágott és használt mogyoróvesszőt, úgyhogy megnézzük, hogy egy ilyen száraz mogyoróval hogy birkózik meg, ha ki akarom hegyezni. Hát, ahogy gondoltam, könnyedén. Bizony, ilyen feladatokra ez a bicska teljes mértékben alkalmas. Nézzük meg picit, ahol vastagabb. Na, hát azért ezt is megoldottuk vele. Hát na. Azért így harmadikra csak ráéreztem, hogy kell ezt használni. Még egy dolgot szeretnék a késsel kapcsolatban megemlíteni, az pedig a pengét tartó rugó, ami egyébként döbbenetesen gyönyörűen van díszítve. Én úgy gondolom, hogy pont jó az erőssége. Amikor ki szeretnénk nyitni a bicskát, akkor nem tölik bele a körmünk, de azért egy kis erőt kell kifejtenünk, és nyitott állapotban pedig nagyon stabil. Bármi, amit eddig teszteltem, kipróbáltam, abszolút meg sem mozdult a pengénk, bár nem igazán tudom, hogy egy ilyen bicskával egyébként mi olyat lehetne csinálni, hogy a kés visszacsukodjon a kezünkre, az esetleg elbénázás formájában, arra pedig ez az erősség szerintem bőven tökéletes. Az a vicces az egészben, hogy az összes tradicionális magyar bicska közül a fejes görbe volt az, amit a legjobban utáltam, de tényleg, tehát ez a formavilág, ez egyszerűen az a kimenekülök a világból kategória volt nálam, és most meg egyszerűen imádom, tényleg boldog vagyok attól, hogy egy ilyen kés lapul a zsebembe. És hát remélem, hogy tetszett a videó, és bízom abban, hogy minden fontos információt elmondtam ezzel a késsel kapcsolatban. Ha nem, akkor azt nézzétek el nekem, és kérdezzetek nyugodtan, vagy írjatok kommentbe. Ez az első tradi késem, ez az első tradi késsel kapcsolatos videóm. Bármi hozzászólás, észrevétel van, akkor azt tényleg nyugodtan írjátok meg. És hát akkor végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni az NN Knives-nak, hogy egy ilyen igazi, tradicionális magyar bicska tulajdonosa lehetek még hozzá egy olyan helyről, ami már harmadik generáció óta foglalkozik késkészítéssel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, hamarosan jelentkezem egy másik adással, addig is az erdő legyen veletek, szevasztok!